Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Május 23-án pénteken a TV Ajka híradóját látják. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Átadás a Szent István utcában. Városunk legfiatalabb tárlatvezetői. Mint egy fél évnyi szünet után újra elkezdődött a felújított utak, járdák és egyéb műszaki létesítmények átadása. Mindezeket a beruházásokat addig végezzük, amíg Ajkán rossz út, járda vagy elhanyagolt közterület lesz, jelentette ki Schwarz Béla polgármester május 22-én a Szent István utca 1 és 44 közötti lakóépületek előtti terület rendezése alkalmából rendezett avató ünnepségen. A polgármester elmondta, hogy amikor a kerékpárút elkészült, az ott lakók jelezték igényüket, ennek kapcsán zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatornát épített az önkormányzat. A lakók kérésére úgy módosították az eredeti terveket, hogy az udvarokból kifolyó víz problémáját is megoldották. A beruházás magában foglalja a parkosítást, a kapubejáró kiépítését, az út mindkét oldalának kiszélesítését, útpatka kialakítását és a buszöblök átépítését is. A beruházás 30 millió forintba került, a kivitelezést az AVÉP Kft. Végezte. Bérmálásra került sor az Ajkai Jézus Szíve templomban, 42-en fiatalok és felnőttek részesültek a Szentlélek hét ajándékában. A diákok a Bródy Imre Gimnázium, a Fekete-Vörös Marti Iskola és a Borsos Miklós Általános Iskola, az Ajkarendeki Nemzetiségi Iskola 8. osztályos tanulói voltak, akik 8 éve készülődnek a keresztény nagykorúság szentségének vételére. A Szentmisét Szerenka Miklós általános érseki helynök celebrálta Bakos Frigyes kerületi esperes plébános koncelebrálásával. A Szentmise kezdetén dr. Vida István, az egyházközség elnöke köszöntötte, és kérte az Ajkai templomba érkező helynökatyát a fiatalok számára történő szentség kiszolgáltatására. A bérmálkozók nevében Csabina Evelin köszöntötte az atyát. A liturgiában a szolgálatok nagy részét a bérmálásra készülő fiatalok végezhették. Ők olvashatták a szentírási szakaszokat, így az olvasmányt és a szent leckét. Az evangéliumot dr. Paksi Zoltán állandó diakónustól hallhatták a szentmisére összegyűlt hívek. A krizmával történő megjelölést megelőzőleg mindenki megújította a keresztségi fogadalmát, hogy megvallja hitét, majd az értük kezességet vállaló bérmaszülők kíséretében a helynökatya elé járultak, hogy eltöltse őket a Szentlélek. Ezt követően a fiatalok könyörgésükben önmagukért, szüleikért és hazájukért egyaránt fohászkodtak az Úrhoz. A Szentmise végén dr. Szalai Ferenc, az egyházközség elnök helyettese köszönte meg Miklós atyának az ünnepélyes eseményt, majd a fiatalok képviselői is köszönetüket nyilvánították ki az atyák és hitoktatóik felé egy-egy csokor virág és apró figyelmesség átadásával. Az ünnepi Szentmisét a Szent Cecília kórus éneke még meghittebbé varázsolta. 42 hívővel gyarapodott a katolikus egyház, akik remélhetőleg a Szentmisén tett ígéretükhöz híven valóban jó keresztényként élik mindennapjaikat. Az Ajkai Trampolin Ese Szivacs kézilabda és utánpótlás kézilabda szakosztálya 5 csapattal nevezett be az országos ERIMA bajnokságba. Úgy gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék sportolóinkra, hiszen minden szinten megállták a helyüket, nyilatkozta Pelikán Milán, a klubelnöke. U12-es lányaink Körmend és Lenti csapatai után a harmadik helyen zártak, míg az U9-es kicsik Dunaújvárosban lettek harmadikak. Az U12-es fiaink a negyedik helyről várják az utolsó fordulót. U8-asaink Dunaújvárosban harmadikként zártak, de úgy gondolom az MKB-tól vagy az éles kézisulitól kikapni sosem szégyen, tette hozzá Vég Balázs edző az eredmények ismertetéséhez. Hozzátette, hogy legnagyobb sikerünk az U7-es csapattal volt, amely megnyerte a régiós bajnokságot az MKB és az alsóös csapatai előtt. A tanév zárásával már is ráfordulnak a következő szezon felkészítő programjaira, mondták az edzők. A programok nyári edzőtábor, edzőmérkőzések és 4 csapattal részvétel a nemzetközi célkupán. Mindeközben az Egyesület gumiasztal szakosztálya is gőzerővel működik. Május 10-én az év egyik legfontosabb versenyén vettek részt sportolói, az Országos Diákolimpián Balatonfüreden. Az eredmények: első hely Cservenák Regina, Riba Ádám, Monostori Noel. Második hely Dabronaki Dalma, Csányi Szlaura. Negyedik hely Somlai Róza.
Ötödik hely Orbán Klaudia. Hatodik hely Mesterházi Georgina. Nyolcadik hely Kis Veronika Kósa Boróka. Tizenegyedik hely Gede Jázmin. Tizenhatodik hely Orbán Dominika. A hétvégén Balatonfüreden megtartott első versennyel és vitorlabontó ünnepséggel hivatalosan is kezdetét vette a vitorlás szezon. Az eseményen ifjabb dr. Ugron Gábor emlékére emléktáblát avattak, aki az első kékszalag verseny győztese volt. A himnusz hangjaira felvonták a magyar lobogót a füredi kikötőben álló Nemere 2 árbócára, majd megkoszorúzták a Balatont. Ezzel elindult az idei vitorlás szezon. Dr. Bóka István, a Balatonfejlesztési Tanács elnöke, Füred polgármestere beszédében kiemelte, a tó szempontjából gazdaságilag is nagy lehetőségek vannak a vitorlásportban. Szerintem még mindig óriási lehetőség van a vitorlázásban, egy nagyon komoly kitörési pont. Nagyon sok vitorlás elférne még itt a Balatonon. Én már látom a pozitív jeleket ezzel kapcsolatban. Nagyon sok embert ide tud hozni, nem csak július-augusztusban, de márciustól egész október-novemberig. Az eseményen részt vett dr. Kontrát Károly, a belügyminisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője is. A vitorlázás az a Balaton egyik nagyon fontos vonzereje és lehetősége, és hagyományosan Füreden van a évadnyitó vitorla bontó ünnepség és verseny. Ez a sport területén is kitűnő lehetőséget ad Magyarország és a magyar versenyzők számára. Nagy Zsigmond, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója, kitért az elmúlt év különösen jelentős sikereire, és gratulálta magyar vitorlázó sportnak. Beszédet mondott a Vitorlás Szövetség elnöke is. Kollár Lajos szerint kiváló eredményeket értek el a sportolók. 2013-ban egyebek mellett 5 világbajnoki és 4 Európa-bajnoki címet szereztek meg. Nagyon jó tempóban, jó ritmusban vannak a magyar olimpiai sportolók, úgyhogy erre építkezve a 2014-et én úgy gondolom, hogy továbbra is sikeres lesz. Ennek az első jelei már megvoltak, hiszen már van 2014-ben is világbajnokságunk. A rendezvény részeként emléktáblát avatott dr. Bóka István és dr. Kontrát Károly ifjabb dr. Ugron Gábor emlékére. A korábbi belügyminiszter a Vitorlás Szövetség jogelődjének elnökeként tűnt ki, és első alkalommal nyerte meg a kék szallagot. Az esemény után kezdődött el a szezonnyitó verseny, amit már a tó legnagyobb hajójáról, a Szent Miklósról nézhettek a szövetség vendégei. A remek vitorlázó időben Füredről rajtoló mezőny Alsőrsön fordult először, majd Tihanyt érintve tért vissza Füredre. Közel 600-an vettek részt a szezonnyitó versenyen, 117 hajó 31 kategóriában versengett. 8 kategóriában 64 díjat osztottak ki a 21. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. A Sajtófesztivál ifjúsági díját 2014-ben Juhász Bálint, a ma Budapesten működő Best Rádió alapítója nyerte. A Borsos Miklós Általános Iskola második B osztályosai, a honismereti szakkör tagjai múzeumcsalogató foglalkozáson vettek részt az Ajkai Városi Múzeumban. Karácsonyné Bolla Elvira, a honismereti szakkör vezetője elmondta, a gyerekek a múzeumi órákat követően az iskolában dolgozták fel a 4 kiállítóterem anyagát, a múzeumban szerzett ismereteket tapasztalati úton játszva sajátították el. A tanítónő büszkén árulta el, hogy az osztály rengeteget fejlődött. A sikeres tárlatvezetés után a tanulók egyedi kitűzőt kaptak ajándékba Angermayer Judit múzeológustól, aki a múzeum legifjabb tárlatvezetőivé avatta őket. Bővebb összeállításunkat az eseményről egy későbbi adásunkban láthatják. Városi gyermeknapra várják a családok óriásait és törpéit szombaton 15 órától Ajkaváros főterére, az Agórára. A Vaga Banda óriás bábos produkciójával kezdődik a program, és ez alkalomból az Agóra óriás játékparkká változik. A hagyományos Pöttöm polgárok ünnepe mellett óriási vetélkedő várja a kicsiket és a nagyokat a város óriás legendájához kapcsolódóan. A fanyűvő játékparkban 7 próba is lesz, de óriás buborékparti, kézműves foglalkozás, képzőművészeti alkotások készítése az Ajkai Képzőművészeti Egyesülettel, óriás lábanyomán társas játék, óriás puzzle, zenélő szobrok a Szabadidőközpont udvarán. A szervezők nem feledkeznek meg a felnőttekről sem, ők somlóismereti tótót tölthetnek ki, az anyukákat pedig arra kérik, hogy süssenek egy óriásit.
A sütemény íz és forma világa nincs megkötve. Az elkészült sütemény csodákat a gyermeknap keretében május 24-én 14 óra 30 perckor lehet leadni a művelődési központ aulájában. A zsűri által legjobbnak ítélt süti készítője ajándékot kap. 18 órakor a szabadtéri színpadon az Abszalma együttes koncertje lesz. A gyermekek a próbatételek teljesítéséért óriás lábnyomokat gyűjthetnek, és cserébe ajándékokat választhatnak az óriás tarisznyájából. A szervezők tájékoztatják a város lakóit, hogy május 24-én 12-től 19 óráig a Városi Gyermeknap programjai miatt a Művelődési Központ parkolója, valamint a Művelődési Központ melletti a Petőfi utcát a Deák Ferenc utcával összekötő útszakasz lezárásra kerül. Kérik a közelben lakó autósokat, hogy ezen időszakra gondoskodjanak a gépkocsijuk elhelyezéséről. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb híradóval hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. A legfrissebbeket és az aktualitásokat az ajka.ma weboldalon is olvashatják. Következzen az időjárás jelentés, viszontlátásra! Szombaton egy gyenge hidegfront érinti hazánkat, mely igazi lehűlést nem hoz magával, legfeljebb a Dunántúlon és északon eshet vissza pár fokkal a hőmérséklet. Záporzivatar főként ezeken a tájakon fordulhat elő. Vasárnap már többfelé kell számítani záporok és zivatarok kialakulására, egyre hevesebb zivatar sem kizárt. Délutánra 24 és 29 fok közé melegedhet a levegő, de a zivatarokat követően hirtelen visszaeshet a hőmérséklet.